Idén nyáron már többször is 30 fok fölé ugrott a napi csúcshőmérséklet, ez pedig nagyon könnyen vízbe vagy vízpartra csábítja az embereket. Teljesen jó különben mindenkinek szerintem, főleg hétvégén, mert rengetegen ki tudnak jönni a strandra, jól érzik magukat. Mi is Pestről jöttünk, Budapestre egy hete, kiírtunk kezeléseket, járunk kezelni magunkat, hogy egészségesebbek legyünk. A nagy meleggel együtt jár a magas ultraviola sugárzás, ezért ajánlott a magas faktorszámú napvédőkrémek használata, de nélkülözhetetlen a sapka, kalap viselése, sőt a káros sugarakat megszűrő napszemüvegé is. Napozókrémmel mindenképpen, meg hát mondjuk neki van ilyen védősapkája is. Természetesen Hajdú Szoboszló is rengeteg vendéget fogad a kánikulai napokon, mert bár számos veszélyt is rejt magában az erős napsütés, a hőség, a nyárban mégis a legjobb, maga a nyár. Örülünk neki nagyon, hogy ilyen hamar strandidő van, kibírjuk használni ezt a korai nyarat, és jó időbe telik itt az időnk egész nap. A nyár igazi berobbanása július közepén valószínű. Akkor viszont az a bizonyos robbanás a meteorológiai előrejelzések szerint olyan lesz, hogy sok köszönetünk nem lehet benne. Több hőségriadóra is készülhetünk idén, ezek alatt pedig több mint érdemes megfogadni a szakemberek tanácsait. Fokozott folyadékbevitel, a nap legmelegebb óráiban nem tartózkodni a napon, fényvédőkrémeket használni, és soha nem szabad túlzásba vinni a napozást.